Jó reggelt kívánok mindenkinek! El sem hiszitek, de időben kezdtünk! Én ezt a saját számlámra írom, meg ne haragudjatok. De nyilván akkor kezdünk a legjobban időben, hogyha felkelek időben, és ma sikerült. Főleg azt mondom, hogy fosul aludtam, de egyébként sikerült felkelni időben, úgyhogy valójában ennyi a lényeg, és ennyit kell nektek hazavinni ebből az egészből. Hogy vagytok, drágáim? Na végre! Mi az, hogy na végre? Szia Maci, szia Fori, szia Pap! Szia Slytherin, jó reggelt! Mi a helyzet, gyerekek? Szarul aludtál te is. Nem tudom, mi van mostanában. Nyilván biztos benne van a front is, hogy hetek óta ilyen buzi idő van, úgyhogy fáj a fejem folyamatosan. De most nem is fájt meg semmi, csak egész egyszerűen hülyeségeket álmodtam, meg felfelébredtem. Pedig, hogyha nekem van egy szuper képességem, akkor az az, hogy úgy alszom, hogy nem lehet felébreszteni. Pedig a vihar jól esett. 200 km tekerés, az pont 195-tel több, mint amennyit le tudnék tekerni. Szia Nifona, szia Kuci! Ebbi, hozz dolgozat. Megírnám neked. Hát! Szia Attila. Szia Smoldy! Boxi! De rég láttalak, jó reggelt. Jaj. Arra keltem ma, hogy iszonyat felfordulás van Twitteren a copyright jogokat illetően. Ugye a YouTube az relatíve egyszerűen kezeli azt, hogyha te olyan dolgokat osztasz meg, amihez nincsen feltétlenül jogod, zenét, filmet, videót, bármi ilyesmit. Ők lebasszák az egészet, úgy ahogy van. Kapsz egy copyright claimet, és egy bizonyos mennyiségű copyright claim után fogolják magukat, és lekúrják a csatornádat úgy, ahogy van. A Twitch ezzel szemben igazából nem nagyon csinált az ég egyet a világon semmit. Ők azt mondták, hogy jól van, lenémítjuk a VOD-ban. Tehát, hogy élőben nyilván nem tudják megcsinálni, de hogy VOD-ban lenémítják a zenét és azt az időszakot, amikor szól a copyrightos tartalom, hogy ez később legyen probléma. Úgyhogy mindenki igazából gond nélkül streamelte azokat a zenéket, amiket ő szeret hallgatni játék közben, vagy bármi közben. És most kiderült, hogy pár, nem is tudom, hogy mennyi igazából, 2-3 embernek láttam a tweetjét, hogy kapott egy copyright claimet, ilyen 2015 és 2017 közti vodjaira, meg klipjeire. Boxi, nagyon szépen köszönöm az 5 hónapot! Amúgy közben volt egy ilyen leszarható történés, egyáltalán nem leszarható a majdnem fél év, Boxi. Majdnem fél év. És ugye beütöttek ezek a copyright claimek, ami nem lenne probléma, mert a Twitchnek a felhasználási feltételei között egyértelműen ott van az, hogy nem szabad ilyet csinálni, mert claimelhetik a videót, és egy bizonyos mennyiségű folytatólagos copyright claim után lekúrják a csatornádat. Bandit, nagyon köszönöm a 4 hónapot, szép jó reggelt, kicsi szünet után ismét itt vagyok, jó beszélgetés, erőn és kitartást, és szép napot mindegyiknek is, mindegykinek is. Bandit, nagyon drága vagy, nagyon szépen köszönöm. Nagyon drágák vagytok. Olyan jól esik, hogy támogatjátok ezt az egészet. Az a helyzet. A Twitch jelzett végre. Igen, ebben nem annyira jó a Twitch. Szóval tök egyértelműen benne van egyébként a felhasználási feltételek között, hogy ezt nem szabad, és most 2 DMCA claim is érkezett egy embernek a videóira. Nem tutom, hogy ki ez, valami streamer kölyök, lány, nem tudom, tényleg soha nem hallottam róla, de ugye 100 plusz ezres. És nem is ez a para, mert értelemszerűen, hogyha valamihez nincsen jogod megosztani, akkor ne osszad meg. Tehát, hogy ez tényleg alapvetően ennyire egyszerű, csak ugye, ahogy a YouTube is, ugye a Twitchnek is jó lenne, hogyha
adna valamilyen lehetőséget arra, hogy ezeket a copyright claimeket, vagy megelőzendő ezeket a copyright claimeket valamilyen eszköz lenne a kreátorok kezében, hogy megoldják így később, utólag. De most ugye a Twitch dolgozik a megoldáson, mert hogy ezt ugye nem a Twitch is jólja, hanem az, aki jé maga a copyright. És megoldják előre, igen. Nem, megoldani előre nem. Ez tipikus, hogy majd átkelünk ezen a hídon, amikor odaérünk hozzá. Jó reggelt, Benci! Szia, Szilvi! Szia, Geri! Szia, Dragon! Szia, Blue! Szia, Murci, Connor! Lilikém, jó reggelt! Szóval az a probléma, hogy most megklémeltek ugye két videót. A harmadiknál permabannolják a csatornát. Megklémelték ezt a két klippet, és a Twitchnek az a tanácsa, hogy törölt ki az összes olyan klippet, amiről úgy érzed, hogy problémás lehet. Na ez nálam, aki 5 hónapja streamel, ez nem egy különösebben nagy probléma, már vissza tudok menni, van 3000 klip, és abból a 3000 klipből ki kell törölnöm azokat, amik problémásak lehetnek. Én egyébként nem kaptam copyright claimet. És ezzel nincsen nekem persze semmilyen problémám. Viszont azok a youtuberek, akiknek 100 000 plusz klipje van, és egész egyszerűen be se tölti a rendszer azokat a klipeket, amikre a copyright claim jött, akkor ott meg vagy lőve. Tehát meg vagy lőve, mert nem nagyon tudsz mit csinálni. Jó, hát ez a Last of Us 2 videókkal kapcsolatban volt vicces a YouTube-on, ha a Sony küldte a claimet, ő bírálta el, és ő mondta, hogy ellenőrizte a saját claimjét, és nincs vele semmi baja. Szóval elég hülye a rendszer YouTube-on, hogy egy cég lehet judge, jury and executioner. A Nifon ez így van, YouTube-on elég furcsán működik, én általában ugye mondom, hogy dehogy nekem ehhez jogom van, úgyhogy ne aggódjál. És a nagyobb cégeknél egy kicsit máshogy működnek a dolgok. A Sony-nál, az Activision-nél és a Blizzard-nál, tehát az Activision Blizzard-nál, bár ők ezt külön kezelik, van egy ilyen whitelist rendszer. Ha rajta vagy ezen a whitelist rendszeren, akkor posztolhatsz, vagy feltölthetsz videókat a játékaikból. Az Activision kevésbé érdekli, tehát náluk ilyen válogatott címeknél érdekli, és nagyrészt csak izét néznek, a embargo előtti tartalmakat. A Sony-nál viszont effektív whitelistelni kell azokat a felületeket, ahol te posztolni fogsz olyan dolgokat, amik copyrightosak, mint olyan. Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet egyébként, és nyilván mivel, hogy a szerzői jog, mint olyan, az területről területre változik, tehát amit szabad Magyarországon, meg Ukrajnában, azt lehet, hogy nem szabad Németországban, meg Angliában, és tutira nem szabad Amerikában. Úgyhogy erre mindenki nagyon odafigyel. A Nintendo pedig ők a Vietnám hadműveletet részesítik előnyben, ami azt jelenti, hogy ha valami nem tetszik nekik, akkor ők így napalm. Menjen mindegyik, ne hirdessed ingyen a játékaimat, mert az abból csak a baj van. Azt hiszem, hogy az egyetlen csatorna, aki YouTube-on whitelistelve van a Nintendo által, az IMI. És senki más a földön. Enva, nagyon szépen köszönöm az 5 hónapot, jej! És jej! Én azt hiszem, hogy papi sem, de nem vagyok ebben teljesen biztos. Azt tudom, hogy az egyetlen csatorna, akivel itt szorosabban együttműködik a Nintendo Magyarországon, az IMI. IMI-t megvette a Nintendo kilóra, igen. Papinál szólt a zene sokszor. Igen, IMI tényleg lefizette a Nintendo, tehát ez teljesen egyértelmű, különben egy jóképű, intelligens, vicces, eleje teljében lévő, fantasztikus férfi miért Animal Crossingozna? Úgyhogy én is hajlok afelé, hogy ott valami susmus van. Ez D&D 7, bizonyám! Ez D&D 7, ami azt jelenti, hogy
hogy most lezárjuk ezt a kalandot, és az a jó hírem van, hogy már elkezdtük szervezni a következőt. Hunter napi 3 üzenetet küld azzal kapcsolatban, hogy képzel! Úgyhogy szerintem rendben leszünk. A következő kaland az... ilyen lesz. Need more coffee! Nagyon szépen köszönöm a 4 hónapot, és természetesen megérdemled a love-ot, és mindenki más is megérdemli a love-ot. Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat jelent nekem a támogatásotok. Ezt tudom mondani. Úgyhogy tényleg a fasz tudja, gyerekek, hogy mi lesz ebből. Ugye az a zene, amit most hallotok ti, azt én megvettem. És egy ilyen előfizetéses modellben vagyok benne. Nifónak köszönöm szépen. Egy ilyen előfizetéses rendszert használok, ahol copyright-mentes zenéket. Sőt, kétszer is megvettem, mert ugye mind a két YouTube csatornára kell, meg a Twitch csatornára is kell. És ugye egy license az egy e-mail cím, sort of. És az én Gmail-emen van regisztrálva igazából minden. Állandó a kávészünetre nyomod el őket. Van pénz lóvéra. Szóval én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mi lesz ebből. De hogyha most elindul egy ilyen copyright claim időszak, és a Twitchnek tényleg a lábára kell állnia ezzel kapcsolatban, az problémákat fog okozni nagyon sok kreatornak. Több embert is nézek, akinek folyamatosan Spotify playlist szól a háttérben. A hasonlóan a rádiókhoz igaz, hogy pakokra tudsz előfizetni, csak itt nem feltétlen népszerűség szerint változik az adott pak, hanem copyright alapján. Ez nem ilyen, ez az Epidemic Sound, ahol igazából egy könyvtárat kapsz, egy ilyen folyamatosan bővülő könyvtárat kapsz, és abból válogathatsz zsánerek alapján, meg van egy csomó sound effect, amiket szoktam használni videóknál, meg ilyen, egy ilyen ambient music, amit néha berakok a YouTube-os cuccok alá. Úgyhogy változó, de amit most hallottok, az is onnan van. Ott találtam a Funvin Geeks Anthem-et is. Úgyhogy, nekem ez beválni tetszik. De kurvára szerettem volna, két olyan szám is volt, amit nagyon-nagyon szerettem volna megvásárolni, hogy tudjam használni különböző bodok alatt. Az kicsit alul értékeli a dolgot, tehát, hogy nagyon-nagyon elvesztem itt a copyright erdőben, hogy kinek kell írni, hogyan kell írni, kinél vannak ezek a jogok, kivel lehet erről beszélni. Szia Tomi, jó reggelt! És a két dolgot szerettem volna nagyon. Az egyik a Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked. Ezt nagyon-nagyon szerettem volna az intróba, a YouTube-on is. Tátott szájjal a copyright erdőben, igen. És ott elindultam egy úton, aztán egy 20. e-mailben már sikerült beszélnem a menedzserrel, aki azt mondta, hogy hát nem szívesen adják ki ezeket a jogokat, ilyen... Nem mondta, hogy senkiknek, de úgy az volt érezhető az e-mailből, hogy a senkiknek. És... hát a fasz csináljak. Az kibaszott menő lett volna, a másik pedig a Neverhood valószínűleg megvan nektek, mert sokat beszéltem már róla ezen a csatornán. A Neverhoodban van egy szám, Terry Scott Taylor egyik száma, ami az Operator Plays a Little Ping Pong. És semmi értelme nincs a zenének, de imádom. És az lett volna az outro zene, hogyha nem a Lazy Day. És ott futottam 40 kört, de úgy, hogy a játékfejlesztőivel, a kreatív vezetővel, Terjes Taylorra ráírtam az esetleges jogtulajdonosra, akinél a játék van, hát nála van a zene is. Úgyhogy lefutottam ezeket a köröket, mert hogy mi a faszért ne, és sehova nem jutottam, de még választ se kaptam sehonnan.
Captain Perseus, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, és üdv a családban, remélem, hogy jól fogod magad itt érezni. Mindjárt láthatod, hogy mennyi szeretet jön a közösség oldaláról. Ugye? Ugye? És használd egészséggel az emotjainkat. Úgyhogy ez a copyright dolog, ez egy ilyen megfejthetetlen része az online tartalomgyártásnak. Az az egyetlen biztos, hogy ne. És innentől kezdve pedig függ attól, hogy mekkora vagy, hogy mennyire érdekled az adott platformot. Nyilván én kicsi vagyok mindenhol, tehát hogy engem, hogyha megclaimelnek és lekúrják a csatornát, akkor így oda mehetek, hogy bácsi kérem, de valószínűleg nem fog történni igazából az ég egyet a világon semmi. A nagy csatornák nem van ez nyilván máshogy működik, mert ugye a Twitch értelemszerűen meg a YouTube is komolyan veszi azokat az embereket, akikből a pénze van értelemszerűen. De hogy ezzel nem nagyon tudsz mit csinálni ilyen run in the mill kis streamerként. Úgyhogy én próbáltam odafigyelni, de hát nyilván azért van egy-kettő videó, amiben benne vannak a copyrightos zenék, amikor meghallgattunk egy klipet, vagy végignéztünk egy videót együtt, akkor nyilván voltak. Mert ugye a vodokat ugye letörli, de... Ó, köszönöm szépen a kávészünetet, elátkozott fóka! És Kazino Kuninak nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot. Imádlak. Live-ban beatboxoljak? Ezt ti nem akarjátok, azt se akarjátok, hogy énekeljek. Kazi. Nem akarjátok, hogy énekeljek. Julcsi az egyetlen. Az éneklés az ő privilégiuma. Neki szoktam. De neki is általában ilyen 90-es évek végi, 2000-es évek elejei nagyon rossz magyar popzenéket költök át Julcsisra. És a Julcsa, nálad van a szívem kulcsa, az egy visszatérő motívum ezekben a hogy is mondjam, feldolgozásokban, rebootokban. Ja, meg DC-n néha énekelek, igen. De az is ilyen. Meg írtam neki egy külön menstruációs számot. A Távoz innen Pina Démon című szám, ami mindig megnyugtatja. Tessék szívem! A legféltettebb titkainkat? Szerintem tisztában vannak vele, hogy menstruálsz néha. Én havi egyet számolok. Tessék? Nagy színpad. Hát, mert mi... Én nem tudok mit csinálni azzal az időszakkal. Azt hiszem, rosszul lennék, ha a férjem ilyet csinálna. I'm an empathy guy. A Távoz innen Pina Démon egy abszolút klasszikus. Abszolút klasszikus. Mert hogy igazából fájdalmat nem csillapít, de nekem a Funny is all I have. Nem tudom, megvan-e a Friendsből, amikor Chandler először találkozik az ikrekkel, és azt mondja, hogy I'm Uncle Chandler, funny is all I have. És én ezt gyakran ismételgetem, mert hogy funny is all I have. Úgyhogy ilyenkor nem nagyon tudok mit csinálni, csak felvidítani Julcsit, mert szegénynek nagyon fáj. Ja, a stúdiók összefognának a videó streamer platformokkal és online felületen egy-két kattintással elérhetővé tennék, hogy egyszeri alkalommal vagy korlátozott időtartammal megvásárolhassák a tartalomgyártók a zenéket. Pár tízezer forintért szerintem egész szép összeget szednének össze. Na, az kurva élet. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mennyibe kerül egy ilyen zene. Tehát, hogy így fel voltam készülve mindenre. Arra megmondom őszintén, hogy nem.
hogy senki nem ír vissza, vagy senki nem hajlandó szóba állni velem. De valószínűleg ez is egy izé, valószínűleg ez is egy ilyen higher class dolog, tehát hogy kell, hogy legyen egy ilyen kiépített kapcsolatrendszered, mint a videójátékoknál, vagy a társasjátékoknál, hogy ezeket be tud szerezni, vagy egyáltalán eljussál ahhoz az emberhez. Mert nyilván az, hogy odamész Ed Sheeranhez, hogy figyelj, ez a Shape of You, ez egész faszán sikerült, szeretném az intro zenémként használni, akkor ők valószínűleg szóba se állnak velem, mert hogy én nem tudok annyit kifizetni, amennyi nekik megérné. Tehát, hogy szerintem vannak azok a pénzek, tehát, hogy amennyit el lehetne kérni egy tartalomgyártótól, hogy használja azt a zenét, az valószínűleg azért már ők nem hajolnak le, na, nem? Legalábbis én valahogy így képzelem el. Valószínűleg szép összeget össze lehet szedni, nekünk szépet. De nem valószínű, hogy az nekik is olyan nagyon szép, és nem csak egy ilyen... Ó, ebből csinálnak még ekkora címletet? Érdekes. Perzeus, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot King 83-nak, ez az első subgifted a csatornán. Feliratkozás is, aztán rögtön subgift. Hát ez... Hát te honnan jöttél? Fukiság vagy. Otthon fogod magad itt érezni, én azt hiszem. Az új szaboknak pedig megmondanám, hogy felkiáltójel Discord, és így minden szab hozzáfér a Discord szerverünkhöz, amit Viktorral, Pingvin harcossal, Siriusszal közösen igyekszünk kordában tartani, és ott egy nagyon-nagyon szuper, enyhén zárt, de szuper kis közösség alakult ki, úgyhogy csak ajánlani tudom. Szia, Bence! Jaj, érzem benne a melódiát. Majd elindul a választok és David, és ő jön Béz és beklémeli, hogy az ő zenéje. Nem. Ott többször elhangzott, hogy az a zene nekem készül, úgyhogy majd azzal fogok menni George Twitchhez, hogy... Figyeljél már, nekem csinálta a Viking, úgyhogy ne dőljél be. Quality poénok a Discordon, Gázboiler szobában. Benci hazudik. Poénok is túlzás lenne, a quality pedig már-már arcon köpése egyébként ennek. Azt hiszem már egy éve nyomatom nektek Patreonon, csak más néven. Akkor viszont lehet, hogy más néven, mert a Patreonoknak a neve az így megvan a fejemben ügyesen. Jaj. Tegnap már nem vettem fel a videót, úgyhogy ezt ma kell. A Sony megkeresett egy geció videó ötlettel. Így hát igazából ilyen Last of Us 2 promó valójában az egész, és egy Last of Us retrospektív videót fogok felvenni, és tegnap megírtam a scriptet hozzá, ez négy oldal, és nem nagyon írok scripteket, viszont most így úgy vagyok vele, hogy tök jó lenne egyébként a YouTube csatornát ebbe az irányba is elvinni egy kicsit, hogy a 15 éves videójátékos karrierem valamilyen formában, ez a tudásanyag, amit felhasználtam, és egyébként tök felesleges, azt azon kívül, hogy néha felbefogok nektek itt valamit, hogy ezt felhasználnám valami olyanra, aminek értelme van. Tehát egy kicsit bele mélyebbre ásni a játékokban. Na ez a videó, ez nem ez lesz. Tehát már érzem a backslash-t. Ugye én minden videóban jelzem, hogy valami szponzorált tartalom, vagy nem szponzorált tartalom. És ugye ez értelemszerűen egy szponzorált videó lesz, hogy csináljak egy Last of Us retrospektívet. Viszont az, hogy én behívtam a... Ebben a videóban beinvitáltam a Last of Us-t a hálószobámba, megmasszíroztam, és aztán körbenyalogattam,
és aztán így fekszem mellette végig, az, hogy is mondjam, lehet, hogy lesz belőle egy kis backslash, hogy hogy nem mondasz jókat, mert fizetnek! Ugyan már gyerekek. Csirke! Jó, csirke! El Magico! Nagyon szépen köszönöm a csirke. Ezt tanár úrnak köszönd meg. Tanár úrnak? Miért köszönjem meg tanár úrnak? Mi történt? Miről maradtam le? A legbajs, itt valami nagyon érdekes dolgot fogsz tanulni másodpercek alatt. Ó, meg is tanultad. Szia! Az a helyzet, kis csóka, hogy nagyon, nagyon rossz helyen kopogtatsz a tűrhőségeddel. Ez itt nem az a közösség. De meg fogod találni. Meg fogod találni a magad közösségét. Én nem foglak permázni, hidd el. De van, aki permázik. Visszamenőleg is fizetnek azért, hogy mióta kijött Isteni a játékon? Igen. Igen. A Last of Us nekem nem akarok előni semmit a videóból, de nekem az... Folytatjuk is! Lehet, hogy a tetoválásodnak kell kezelni a videót, bemutatni, mennyire nem szponzoráció miatt mondasz jókat. De hát a... Tehát ez egy nagyon jól felépített scam egyébként. Tehát, hogy a Sony fizette a tetoválást is. Meg még jóval előtte, 6 évvel ezelőtt mondták, hogy 100 000 rubelt fizetnek, ha Ellie-nek nevezem el a kutyámat, a Last of Us-os Ellie után. Mondom, hogy 100 000 rubel, nem tudom mennyi, de nagyon jól hangzik. Alire! Úgyhogy így lett a kutya neve is igazából. Simán Bogi! Nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot. Nem vagyok túl aktív, de most elárulom, hogy életem legnehezebb hónapjaiban ez a közösség, és a streamek tartják bennem a lelket. Köszönöm nektek. Bogikám, nagyon sajnálom, hogy ilyeneken mész keresztül. Annak viszont nagyon örülök, hogy ez a közösség, ez egy olyan közösség, ami tud neked segíteni. És most a közösség erejével küldjük a szeretet energiát, így, emígyen, így. Menjen gyerekek, ne kelljen csalódni. Csalódni bennetek? Nem lehet bennetek csalódni. Tedd a kezed a tévé, ha? Ezért szeretem ezt. Ezért szeretem ezt a közösséget, mert ilyen lélekgyógyító tudós. David turbórágóban találta a tolú tetoválást. Igen, 25 turbórágónyi tetoválás van a karomon. A lov kipörgeti a fényhozódat? Hol volt a fényhozód? Ácsi. Ácsi! Ó, Kinga. Nem lett volna baj, aki pörgeti. Change lights to ginger. Na, és akkor most... Hogyan is kell ezt? Manage rewards. Nagyon jó. Manage rewards. Sajnálom, de ezt most már muszáj megtenni. Legyen 100 000, nem? Majd csinálok hozzá képet. Várjál, van Viktorról valami kis képem, amit be lehet rakni.
mostantól 100 000-be kerül. 100 000. És Kozinokuni, köszönöm szépen. Change lights to blue. Elég lehetne a 25 000, de mennyivel jobb a 100 000, nem? Tizenkét a vid special? Streamenként egyet tudsz. És most beküldesz egyet, felviszem azt is 100 000-re. Nem vagyok elég jó streamer, mert már rég effektív, élő, igazi pénzes fizetőre kellett volna ezt rakni. Amíg nem frissítetek rá 10 000, hát sajnos nem. Sajnos nem, mert hát most már létezik ez, de hát hogy teljesen egyértelműen az apróbetűben ki van emelve, hogy bármilyen szint kérhettek, ami benne van az RGB skálában, kivéve a hot pinket és a gingert. Azok különbe vannak árazva. Viszont erre nem raktam semmilyen izét. Erre nem raktam semmiféle korlátozást, úgyhogy ezt akárhányszor kérhetitek. 100 000-ért, de akárhányszor kérhetitek. Viktor szintű önkény uralom van itt, ne hülyéskedjetek már. Nézd meg a felkelést. Nézd meg a felkelést. Change csirke. Lights to hot pink. Jó csirke. És Geodun a 100 000-el. Nagyon szépen köszönöm. Megvárjuk ezt a hot pinket, jól nézzétek meg a 20 000 pontért vásárolt hot pinket, és aztán utána Change Lights to Teal. Itt van a Teal Gang, gyerekek. Itt van a Teal Gang. Akik velem vannak. Végre. Színháború. Mindig elindul valaki, elkezdi a gingert, és aztán beindul a színháború. Közben bezárom a Twitch eulát. Nyilván én is átnéztem most a cuccokat, hogy mi az, amit szabad, meg mi az, amit nem szabad, mert nagyon nem kéne azt, hogy most lekúrják a csatornát for whatever reasons. Nem, mint hogyha nem kezdhetném újra mixeren, hiszen mindannyian úgyis ott vagytok mixeren. Vagy Facebookon! A színháború, igen. Teal Lives Matter, nem? Hogy ezzel most nem szabad viccelni? No, Facebook, no. Én megpróbáltam, gyerekek, a végignézni livestreamet a Facebookon, de valami miatt annyira idegen az egész környezet, meg annyira nem erre való számomra, hogy elképesztő. És nyilván tökre drukkolok, hogy legyen még egy stream platform, amin lehet dolgokat csinálni. Azt érzem, hogy egy kicsit furcsán állnak hozzá ezek a newcomerök a dologhoz. Tehát a Twitch az egy ilyen alulról építkező dolog volt, ami még Justin TV-ként így elindult, és kinőtte magát, és folyamatosan nőtt a közösséggel együtt, és jöttek az új feature-ök. Nyilván ráférne egy nagy overhaul az egészre, mert hogy ráférne, ezt azért mondjuk ki, de együtt nőtt a közösségével, és a közösség feedbackjei alapján alakult, ami szerintem egy csúcs szuper dolog, és ők sokkal hands-on-obbak mindenkivel, mint mondjuk a YouTube. Nyilván egy kicsit kendácsabb, mint a YouTube, de hát bazzag, a Google az egyik legnagyobb cég a világon. Jenőkém, nagyon köszönöm a két hónap is on, it's fucking on, bro. Nagyon szépen köszönöm. És aztán, amikor kiderült, hogy bazzag, mindenki streamer akar lenni most már, és minden, nem elég ez az egy platform, mert sok-sok platform kell, akkor az óriás cégek mind úgy döntöttek, hogy de hát ebből a tortából én is akarnák egy szeletet.
És ahelyett, hogy így átgondolták volna, hogy mi az, amitől mondjuk jobb lehetne a Twitch, milyen lenne egy idealizált streamer platform, ami kibaszott jól működik, és többet nyújt, mint maga a Twitch, úgy döntöttek, hogy ez túl sok energia. Csináljuk inkább azt, hogy végtelen mennyiségű pénzünk van, úgyhogy azt dobáljuk bele ebbe az egészbe, és ameddig a ezért úgy döntött, a Mixer úgy döntött, hogy akkor jó, vegyük meg Ninját, jó, akkor ez így nem elég, jó, akkor vegyük meg Shroudot, és jó, akkor lehet, hogy még ez sem elég, mert hogy annyit csináltunk, hogy Shroudnak a nézettségét azt megtizedeltük, és ő jól el van, igazából, lehet, hogy őt aztán ez nem érdekli feltételezem. De hogy ez nem feltétlenül vitt a Mixerre olyan mennyiségű extra embert, ami eltartja a platformot. És nyilván ott sincsen minden rendben. Olvasgattam egy-két cikket, hogy akármennyire is kisebb a közösség, és mondjuk sokkal jobban kezelhető, engem itt se néznek sokan. Úgyhogy én itt is kezelni tudom ezt a közösséget, nyilván az adminjaim segítségével. És amikor a Mixernek ez nem jött be különösebben, akkor azt mondta a Facebook, hogy na de majd nekünk, geci, hát nekünk miért ne jönne be? Hogy ne jönne be? És megcsinálták nagyjából ugyanezt, csak ilyen mid streamerekkel. Megkerestek egy csomó partner céget, akiknek az volt a feladata, hogy gyűjtsenek ilyen közepes és lehetőleg nagy streamereket hogy menjenek át, és exkluzívan csak Facebookra streameljenek. És ez is olyan, hogy ott van még egy elég ilyen fos rendszer, amiben most így el tudsz kezdeni streamelni, és így jönnek hozzá nyilván az új feature-ök folyamatosan, kapnak majd appot, meg mit tudom én, csak bazeg nem így kell ezt szerintem elindítani. Hogy rádobsz egy csomó pénzt koncepció nélkül. Hogy majd foglalkozunk vele, hogyha sikeres lesz. Mi történt? Milka, nagyon szépen köszönöm az $1, nagyon-nagyon szuper vagy. És azt nézem, hogy... nem váltott át. Várjál. Baj. Ezt megoldom egy másodperc alatt. Ti néztek egyébként bármi mást? A csirke. Twitchen kívül? Jó, csirke! Na, várjál. Zöld! Nagyon jó. Change lights to green. Bencikém, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 1000 bitet. Nagyon-nagyon durva vagy. Nagyon szépen köszönöm. Persze, de az 18 plusz. Csak Twitch és YouTube, de inkább Twitch. Az a helyzet, hogy én is így vagyok. Nem azt mondom, hogy nincsen nagyon jó streamer Mixeren. Van egy zenész csaj, aki a férjével szokott együtt zenélni, és őt azt szoktam nézni, és ő kurva jó. Nagyon cuki a közössége, meg ő maga is nagyon cuki. Úgyhogy tök jó volt. Hány válaszopció lehet max a Twitch poll-ban? Nem tudom. Szavazás? Melyik platformot kedvelitek a legjobban? Mehet. Bár engem inkább érdekelne az, hogy a social felületek közül melyiket szeretitek a legjobban. Ez a Facebook, Twitter, Instagram, meg... Van más? A többiről nem tudok. Szia, Csaszit! Hát a Reddit nem social, gyerekek.
TikTok, tényleg. A TikTok a social felület, az nem izé? Facebook, Insta, Twitter, ezek vannak, szerintem. Pinterest. Julcsi, Julcsi nagy Pinterestes. Villog az egész ház, mert elfelejtettem beállítani, hogy csak a stúdió villogjon. Úgyhogy villog az egész ház. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, Geodun, nagyon-nagyon drága vagy. Főleg, hogy visszaváltott térre. My VIP mindörökké. Mit használtok szívesen? Hát én tudjátok, hogy mit használok szívesen. Askfm? Az mi? És elindult a Hive Train is, mert Perseus még egyet ajándékozott Chassisnak. Ez a második gifszabot úgy, hogy most iratkoztál fel, de kiderült egyébként, hogy régi Patreonunk, és csak nem tudom milyen névem, mert hogy ez a név nem rémlik. Tudjátok, mit használok szívesen? Hát persze, hogy tudjátok. Mi ez az Ask.fm? Rádió? Nem érdemlem meg, hát Chassis, hogy ne érdemelnéd meg? Bogikám, nagyon köszönöm, hogy te is ajándékoztál egy szabot, és ezt Christiansen? Én azt mondanám, hogy Christiansen kapta. Christiansen, téged pedig üdvözlünk a családban. Használd egészséggel az emótjainkat. És ti meg nagyon-nagyon cuki emberek vagytok. A Discord social médiának számít-e? Nem. Szerintem a Discord az egyáltalán nem. Csirke! Jó, csirke! Xmod Game, nagyon szépen köszönöm a csírt! Itt nem írja ki az üzenetet hozzá, úgyhogy néha elnézek balra, hogy a másik... hogy ellenőrizzem, hogy nem maradok el valamiről. Fő elég jól vezet a Twitter. Bár ez így megoszlik. Én az meg lehetséges, hogy én Facebookot még használok egyébként, de főleg egyébként a Messenger miatt, meg a Ezer miatt. A hírek miatt, tehát én nagyrészt hírportálokat követek, és az emberek nagy része az mutolva van, de főleg ezért, mert ilyen RSS feed nálam már igazából a Facebook. Meg menedzselek egy-két oldalt, nyilván a Funwit Geeks-et most főleg, meg a bolygó nevét. Ez a kettő az, amit csinálok. Spidey, nagyon szépen köszönöm, hogy folytatod a szabot, amit Vincektől kaptál. Remélem, hogy nem bánod meg. Sőt. Sas életem az 5. gifszabod Lordnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Annyira drágák vagytok. Messenger. Igen, Messenger. Nekem a... nem tudom, a Messenger úgy mindenkit elérek. Igazából azért használom. De vannak emberek, akik miatt még van G-talkom, mert én előtte csak G-talkot használtam. Ilyen munkás dolgokra. Igen, Chassis, bazd meg, láttam, hogy beraktál 23 nevet, amikor bejöttél, csak én nem voltam köztük. Úgyhogy, meg ezek, ebben a sorrendben. Mindenkit kivéve, mint Instát vagy SMS. Nekem az Instagram az, ami nyilván a TikTok áll a legtávolabb tőlem. Én nem tudom, hogy mi az egész pontosan, de azt tudom, hogy annyira nem. Hogy hívják azt a faszküldő szolgáltatást, ami törli az üzeneteket egy idő után? De mindegy, nem fog eszembe jutni. De van az is. Snapchat! Az! Köszönöm szépen, Wowness. Az. Azt sem használtam soha, de nálam már valahol az Instagram is olyan, hogy retardáltan használom. Tehát az már nem egy ilyen social media felület, hanem egy tartalomgyártó platform.
egész egyszerűen nem tudom úgy használni, ahogy kellene. Így néha posztolok valamit, meg néha így Instagram sztorizok egyet, de hogy így... Így ennyit tudok kihozni belőle. A legjobb, Dávidom, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot acsi-acsinak! Hát mennyire cuki vagy, köszönöm szépen. És köszönöm, ugye vége a szavazásnak is. Nagyon szépen köszönöm. A feliratkozóknak csöcsös segges képet. Öregek vagyunk már a TikTokhoz, Dév. Igen, öregek. Twittert használtok a legtöbben, Instagram a második, és Facebook a harmadik. Azt még nem csodálom, hogy ez a közösség ez Twittert használ leginkább. Hatalmas social justice warriorok vagytok. Az meg ugye Twitter. Nekem a Twitter adja igazából a legjobban, mert hol máshol van olyan, hogy rátvítelek Ricky Gervaisre, és ő meg lájkolja a tweetemet, és az olyan, érted, olyan jó érzés. Meg Twitteren szerveztem le interjúkat fejlesztőkkel, meg tudom, tehát ilyen tök jó. Én szeretem. Twitter csak miattunk? Én nagyon szeretem. És tényleg a Twitter talán a legjobban testre szabható felület. Azzal kapcsolatban, hogy ki az, akit látsz, ki az, akit nem látsz, ki az, akit követsz, ki az, akit nem követsz. Blokkolhatsz, akit akarsz. Én nem nagyon blokkoltam még senkit. Pár embert blokkoltam, akiről így úgy éreztem, hogy soha semmit nem fog hozzáadni az én életemhez. Csak folyamatosan kötekedni akar, és az egy idő után kibaszott idegesítő. Sas, nagyon szépen köszönöm a 6. subgifted a csatornán Gofrinak! És Sas, itt is mondom, hogy tök jó, hogy most már látlak Discordon is, annak ellenére, hogy nem szólalsz meg. De tök jó, hogy ott vagy. Én konkrét ember, hát így egy-kettőre emlékszem, akit blokkoltam, mert a tököm tele volt vele. És tudjátok, egy idő után, amikor én azért szeretek válaszolgatni embereknek, meg a véleményemet nagyon szívesen védem meg, hogyha olyan támadás éri, amiben látom azt, hogy van valamiféle alap. Hogyha valaki csak odajön és azt mondja, hogy buzi vagy lipsi, akkor azzal igazából nem nagyon tudok mit csinálni, csak mosolygok. Mert Az én könyvemben a liberális az nem egy szitok szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy level 3-ig eltoltátok, és most fog lejárni ügyesen. Jenőként nagyon köszönöm a 3 hónapot, tényleg a második gift volt, 3 hó már akkor, na meg 3-szor ennyi, és meg lesz a Teach Baba. Nagyon király vagy, és nagyon szépen köszönöm, Jenőként. Ben sem vagy a Discord csatornám? Pedig nagyon adom. Megoldod a mikrofont is, jól van, Sas? Várunk. Vagy Flow? Sas vagy Flow? A Flow jobban tetszik egyébként. Megjött a csúcsú, gyerekek, megjött a csúcsú. Jaj. Szóval a mai nap izgalmas lesz. Egyébként fel kell vennem ezt a videót, és megmondom őszintén, hogy nagyon izgatott vagyok miatta, mert én ehhez hasonló videókat nagyon-nagyon sokat nézek. Olyan videósokat, akik így egyes játékok hátterével, játékmechanizmusok hátterével, ilyen okokozati összefüggésekkel foglalkoznak a videójátékiparon belül, és nagyon sok ilyet nézek, és kurvára izgalmas videókat lehet ebből csinálni, de én magam még soha nem csináltam. Úgyhogy ezzel biztos, hogy el fogok szöszmötölni egy darabig, és ami még jobban meglepett, hogy tegnap kiültem a kertbe, és ott írtam meg a szkriptet, és egy másfél óra. Mennyit voltam, baba, kint? Mosogat, nem hallja.
szóval fogalmam sincs, hogy szerintem egy másfél óra alatt baromira élveztem. Így egy kicsit megtornáztattam az íróizmaimat, és kiderült, hogy még mindig nagyon szeretek írni, és hogy így hiányzik az életemből. Bencikém, nagyon szépen köszönöm a 156. gifszámodat Kingának. Nagyon-nagyon-nagyon szuper vagy. Nem tudom, hogy mennyire... Biztos, hogy szét fogja kúrni az OCD-det, hogy most nem kerek. De legyőzöd, Benci, legyőzöd. Használd egészséggel az elképesztően király emótákat, Kinga. Hát, látod, Benci már ezt tudja, be kéne mondatni vele, és akkor bárcsak be lehetne egy gifszabhoz állítani. Az, attól függően, hogy ki adja a gifszabot, be lehet állítani saját alertet. (kül) 25 leszel, és nem tudod, mi az a TikTok. Valami légitározós, tátogos, táncolós dolog volt, amit megvett egy másik cég, és ebből csináltak egy nem csak légitározós, tátogós dolgot. A Subhoz Daninak a kantálása, az biztos. Nem tudom, hogy mire jó. Lehetséges, hogy Vine, csak újabb. Vine. Ja, a rövid videós, összevágós. Ja. Csaszit lehet D&D vansatokat írni. Hát azt lehet, hogy nagyon élvezném. Bár én nem vagyok jó prózában, semennyire. Mondjuk nem tudom. Nem tudom, mert sosem próbáltam. Soha nem próbáltam, de én nem tudnék, hogy neki fogni. Tehát én nagyon szeretek írni, de a leghosszabb dolog, amit valaha írtam, az 120 ezer karakter volt. És az sem próza. Úgyhogy nem tudom, hogy én hogy tudnék ennek nekiállni, mert ennek vannak olyan részei, amik tanulható skillek, de így nem jönnek magától. Például egy karakternek a megalkotása. Az, hogy hogyan írod meg, és hogy beszélsz úgy, ahogy ő beszélne, és hogy adsz neki egy személyiséget, és az ő fejével gondolkodva rakod bele ezekbe a szituációkba. Úgyhogy szerintem ez nem egyszerű. Nem tudom, hogy hogyan működik. De egyszer kipróbálnám magam mesélőként. Na jó, biztos izgalmas. A streamer is legnagyobb fok, amikor már a nézőid írják a scripteket neked. Te nem bízsz magad? A Julian? Nem, úgy letöröltem az asztalon. Julia jelenleg már az ajtók repedéseiből törli ki a port, mert letörölte az asztalát, és ezzel lelökte magát egy olyan lejtőn, aminek valószínűleg az lesz a vége, hogy szét kell szerelni dolgokat, hogy azt is le lehessen törölni. A párkányomat letöröltem, ha ez számít. Hogy van Júlcsi lába? Hogy van a lábad, szívem? Jobban, sokkal. Most már csak nagyon-nagyon csúnya, de nem fáj annyira. De azt mondják, hogy egy 4-5 hét ennek a rehabilitációja. De legalább nem tört el. Az is valami. Jócsi tegnap mondta, hogy ő igazából tehetséges, mert hogy nem tört el a lábát. Tudom, hogy bazzag, lezuhanni egy 3 fokos lépcsőn úgy, hogy egyáltalán megütöd a lábad, nem feltétlenül tehetség. Irumi Dave-nek scripteket dobol, nem lesz köszönet. Nem. Nem, azt nem, hogy nem. Nem fordította ki a bokáját, a mai napig nem tudjuk, hogy ez hogyan történt. Tehát, hogy hogyha ezt így elmeséled egy orvosnak, hogy mi történt, akkor teljesen egyértelmű ez a... Tehát, hogy gyanúsabb a komondoros családon belüli erőszak, mint az, hogy így el lehet esni.
Pedig esküszöm, nem bántottam. Júlcsi, mondd el nekik, hogy nem bántottalak. Műtét után volt 10 hét gipsz és 2 hónap mankó. Az borzalmas lett volna, hogyha most Júlcsi Szilánkosra töri a lábát, és mankóval meg gipszel kellett volna tölteni a nyarat. Ez télen se jó, de nyáron aztán végképp szar. Kiesett az okniába. Aki esett az okniából, azt tudjátok, hogy egy félrefordítás. Fell out of a socket. Jaj, gyerekek! Annyira jó lenne, hogyha elkészülnék ma ezzel a videóval. Mert hogyha ezt meg tudom, fel tudom venni, és meg tudom vágni, akkor az azt jelenti, hogy este már streamelhetünk Last of Us-t. Vagy bármi más, de egyébként mindenhez van kedvem. Orizni, Hearthstone-ozni, kodozni, Last of Us-ozni, mindegyikhez van kedvem. Mi legyen az esti stream? Van ötletetek? Mihez van kedvetek? Mert nekem most igazából ezek közül bármihez van kedvem. Bármihez. Csináljunk egy szavazást? Tomikám, csinálunk egy szavazást? Minecraft is lehet egyébként. Várjál, a Minecraftot nem merem ígérni Viktor nélkül. Hadd írok rá a vörösre. Doom, Fortnite, Minecraft Dungeons. Nem, azt hiszem, hogy Viktor nem az a gyors reagálású hadtest, akinek bemondasz egy ilyet, és ő azt mondja, hogy aha. Jó Animal Crossing, na az nem lesz, gyerekek. Az Animal Crossing engem valami miatt idegesít. Nem tudom. Szóval nem szívok elég füvet ahhoz a játékhoz. Nagyon örülök, hogy Szabin vagy, wuf! Pihent ki magad. Csinálj dolgokat, amik boldoggá tesznek. Aknakereső. Fortnite, utána egy kis GTA RP, majd zárásként egy Valorant rerun. Tevinyó, az a helyzet, hogy megfejtetted a Twitch-et egy másodperc alatt. Most egyébként eléggé visszaestünk szabokban, 219-nél tartunk, és 350-ről estünk vissza, de ez ugye várható, amikor nagyon sok a gipszem, akkor ez mindig várható. Úgyhogy a következő szabgólunk az megint a 350-es lesz, és 350-nél kitalálunk valami nagyon jót. Én is annózhatnék, na én annózni nem fogok, az egész biztos. Az annó engem nem köt le, tehát hogy ez nekem az inkább meló. Az inkább meló, mint bármi más a Földön. Úgyhogy azt nem vállalom. Unsubscribe, please! Akkor most már tudom, Viki miért szereti. Nem hiszem. Éjszem már műzé szeret bontós stream. Azt meg kitaláljuk valamikor. Viszont az esti stream az valójában bármi lehet, úgy látom, hogy sokan vagytok Twitteren, úgyhogy majd Twitteren kirakok egy szavazást, amikor azt látom, hogy haladok a videóval. Most igazából megreggelizem, és aztán fel is veszem a hanganyagot hozzá, és a hanganyag után meg csak nagyon sok vágás lesz ez, végtelen videót kell összeszedni hozzá. Szia, Niki! Végtelen videót! És nem tudom, hogy azt honnan fogom majd összeszedni. Meg lesz. Összevágom a régi streamekből. Most ugye a videóhoz, mivel hogy retrospektív, ezért a GameStar-on volt egy végigjátszásunk Viktorral.
és abból a végigjátszásból szereztem darabokat, és azok szolgáltatják majd a visszatekintős részét az egésznek. Érdekes, megvárjuk, mi lesz a gól, ha vicces összedobjuk. Már most félek. Valaki egyébként rám írt, hogy GTA 5 RP-zni fogunk-e valaha. Nem érzem nagyon valószínűleg, gyerekek. Azt csak úgy érezném viccesnek, hogy összehozzuk a teljes csapatot. Veszek egy voice changer-t, és... és nem is tudom, hogy kit kéne RP-zni. Na jó, az úgy kibaszott vicces lenne. Egy ilyen one-off-nak, nem John Wick. Nem menjünk ebbe vele, még egy kicsit korán van ahhoz, hogy belegilteljetek bármibe. Úgyhogy csináljuk azt, hogy most elmegyek és megvágom, és hogy felveszem és aztán megvágom ezt a videót. Aztán Twitteren megszavazzuk majd, hogy mi legyen az esti Kovács Zoltán, nekem is ez jutott először eszembe. Csak annak az embernek az egyetlen személyiségjegye az, hogy gecire nincsen gerince, és összesen ennyit tud ezen a földön. Úgyhogy három dolgot tudok mondani, az egyik az, hogy ma még biztosan találkozunk, a másik az, hogy Kovács Zoltán makjára nőjön árpa, és vízkessen megállás nélkül, és hogy nagyon szeretlek titeket, és hogy most berédelünk valakit. A broadtestesek streamelnek, úgyhogy mit szóltok, hogy átmegyünk hozzájuk, beszélgetnek. És ők szoktak beszélgetni. Ismeritek a broadtestet? Most lövik majd le. Le is lőtték. Picsába. Kylo, nagyon szépen köszönöm az 5 hónapot. Pont a végére érek ide, set times. Hát nagyon sajnálom, Kylo. De este folytatjuk. Akkor keressünk egy random picit? Na. A tegnapi lány, akit berédeltünk, mennyire kibaszott aranyos volt! Imádtam! Uvu. Ne ugyanazt streameljétek, gyerekek. Te mit csinálsz? Mi nem volt? Jó. Mert láttam videókat is, mert gondolom olyan volt, hogy... Nope. Oh, that's negative, sir. That's a negative. Outer Wilds. Mi ez a játék? Viszont ahhoz, hogy a vezet ellássam energiával Giants Deep-em, ahhoz ki kell vennem. Ez egy szimpatikus fiúnak tűnik. United Random. nem Outer Worlds, hanem Outer Wilds. Az Outer Worlds-ről azt tudom, hogy micsoda. Az eléggé rendben van. Fú, az Outer Worlds, de kéne azt játszani. Zseniális indie játék, de még nem került nekem sorra. Tevényon, ránézünk most. Ránézünk erre a fiúra, hogy szimpatikusnak tűnik, tök minőségi. A kameraképe öten nézik.
Úgyhogy jól megnézzük, hogy mit tud ő, és hogyha nektek is szimpatikus, akkor kövessétek be nyugodtan, és adjatok neki át egy kis úgynevezett szeretet. Én pedig a maradék szeretetet a világban azt így összegyűjtöm és átnyújtom nektek, és annyi maradjon, hogy fel tudjam venni ezt a videót. Megvágjam, és este pedig folytatjuk, Twitteren szavazzuk meg, hogy mi legyen az esti program, hogyha nem, akkor megvászt a fasz. Sziasztok, drágáim, jók legyetek, és köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a rengeteg-rengeteg támogatást. Nagyon-nagyon drágák vagytok, és nagyon jól esik ez a szívemnek. Sziasztok, életeim!